Most cigaretta egy viszonylag új termék, így az egészségre károsító hatásairól, hogyha ilyenek vannak, viszonylag kevés az információnk. Ennek ellenére a friss felmérések egészen riasztó adatokat mutatnak, még összehasonlítva a hagyományos cigarettával is. Hogy miért, ez mindjárt kiderül. Dr. Horváth Ildikó, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet stratégiai igazgatója vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Főleg a nem dohányosok kedvéért, de azért úgy általában legyen kedves elmondani nekünk, hogy mit kell tudni az elektromos cigarettáról. Tehát aki ezt preferálja mondjuk egy hagyományos dohányzással szemben, miért teszi? Hogy pontosan miért teszi, az nem egészen biztos. Az egészen világosan látszik, hogy a fiatalok amiatt a reklám miatt, ami dömpingben eléri őket. Tehát ez a 13-18 év közötti korosztály, aki rászoktatható. Erre nagyon agresszíven marketinggel megoldható feladat, hogy rá lehet szoktatni őket. Vannak dohányosok, akik abban a hitben, amit az elektronikus cigaretta gyártók üzennek, hogy ez kevésbé káros, mint maga az égő dohánylevél, a hagyományos cigaretta, ezt szívják inkább. Van, aki azt hiszi róla, és ez a töredékük, hogy ezzel majd segít saját magának, és le tud szokni könnyebben. De mi van benne? Pardon, tehát ezt még mindig nem értem, hogy miben más, mint a rendes cigaretta. Más ugye, ez nem a szállított dohánytermék elégetése történik, hanem egy felforrósított párába kerül be olyan aeroszol, ami nagyon különböző molekulák, a glicerintől kezdve számos olyan anyag, ami az ízesítő anyagát, az addikcióját fokozó anyag, és benne a nikotin. A nikotin az halálos méreg. Az elektronikus cigaretta megszedte már a világon az első halálos áldozatait, ezek kicsi gyerekek. 2 éves, 1 éves kisgyerek, aki ezt a folyékony nikotinos patront megitta. Ó, jaj! Ja, hogy úgy. Emlékszem, hogy gyerekkoromban kibeleztünk cigarettát, megtömtük vattával, és hintőport tettünk a végébe, és akkor az ember úgy csinált, mintha kicsit megfújt, és szállt belőle a füst. Ez nem arra való az elcigi, hogy imitálja a dohányzást, és ezzel a leszokást segítse elő? Tehát ennél akkor jóval több? Az, amit mond, ez a tökéletes példa. Tehát ez egy rendkívül ügyes fogása az összes nagy dohánycégnek, hogy rászoktassa és normalizálja ezt az üzenetet, hogy valamit a számba teszek, és elszívom, és ez jó. Ez része a világnak. Ez lehet az iskolában, lehet a repülőgépen, bárhol. De nem lehet, és nem is érdemes. Miért? Tehát mi van ebben, amit egyébként ezek az általam is említett riasztó tanulmányok már kimutattak? A nikotin önmagában komoly probléma, ugyanis az adagja, ez meglehetősen szabályozatlan, ami az elektronikus cigarettákban van. A mellékhatásoknak, azoknak a súlyos mérgezési tüneteknek, amikben most havonta több mint 200-at jelentenek például Amerikában be erről a szerről, az e-cigaretta használata után jelentkező tünetek nagyon jelentős része a nikotin mérgezésnek, különböző fokozatú nikotin mérgezésnek a tünete. A glicerillől ugye tudod, hogy végbélkupként biztonságos, de ez nem jelenti azt, hogyha ezt én forró párába lelélegzem a tüdőnek erre a finom alveoláris részére, az biztonságos marad. De miért kell oda glicerin? Hát ezt nem tőlem kell megkérdeznem a forgalmazóktól, hogy mi miatt kell az elektronikus cigarettába beletenni a glicerint, és miért lehet és szabad azt elhíresztelni, hogy ez egy biztonságos fajta beviteli módja a glicerinnek. És egyébként az ízesítések, mert azt látom, hogy van ebből is ilyen vaníliás, meg nem tudom, mindenféle meg gyümölcs ízeket láttam valahol múltkor, tehát hogy ezek is nyilván olyan anyagok, mint amit szoktak mondani, hogy az elektromos párloktatóra is azért kell vigyázni, mert hogyha közvetlenül lélegezzük be, akkor az is veszélyes lehet? Igen, tehát amit tudunk róla, hogy több mint 7-8 ezer különböző ízű anyag van, ezek, hogy külön mit csinálnak az emberi szervezetben, nem tudott. Az viszont igen, hogy akármilyen elektronikus cigarettát vizsgáltak, azokban legalább 25-30 féle rákkeltő anyagot találtak. Van már bizonyítékra, hogy igenis, hogy változik a DNS állománya, igenis, hogy vannak a daganatképződésben is ismert DNS törések a hörgők falán. És az is tudott, hogy ez egy ilyen ultrafinom részecske, amit lelélegeznek az elektronikus cigarettából, ami pont a kicsi rész miatt rendkívül finoman és gyorsan átmegy a tüdőn, és megy egyenesen a keringési rendszerbe, jut be az agyba. Nem volt egy átfogó teszt, mielőtt egyáltalán az első elcigit forgalomba helyezték volna? Tehát hogy lehet az, hogy nem tették kötelezővé? Nem tudom, ugye ezt 2004-ben Kínában kitalálták, azóta 100 millió számra adják el szerte a világban, döntően Európában és Amerikában, és átcsúszott azokon a réseken, ahol ennek a szabályozása, engedélyezése kellett volna, hogy belépjen. Hiszen nem étel, ital, tehát abból a szempontból nem vizsgálták, nem gyógyászati segédeszköz, még ha arra is szántak, hogy segítsen a leszokásban. És egy rendkívül erős, tehát fontos tudni, hogy a dohányiparnak az 50-es, 60-as években működtetett reklámkampányát áttették emögé. Tehát azt a fajta dolgot, hogy miért szexi e-cigarettával a szánkban üldögélni valahol, hát szexi, dehogy szexi.
azt a nosztalgiát, hogy az 50-es években, amikor publikus helyeken lehetett még cigarettázni, Amerikában egy-egyben áttették arra, hogy tessék, elcigizni lehet ugyanezeken a publikus helyeken. És képzeljék oda azt, aki az 50-es években ott dohányzott, és most tüdőrákkal, COPD-vel, infarktuson átesve üldögél, hogy ez a nosztalgia. Bocsánat, tehát itt már az üldögélésnél kicsit akadjunk le, hogy ez egyébként engedélyezett mondjuk azokon a például kávéházi helyszíneken, ahol egyébként meg nem lehetne dohányozni? Ez engedélyezett. Ez semmi nem tiltja. Ugyanúgy szívja az, aki nem szeretné. Tehát itt is vannak passzív elcigisek is. Igen. Nagyszerű. Tehát a saját függetlenségre, a döntési szabadságunkat, hogy az, hogy a mellettünk ülő mivel füstöli magát, azt nekem ne kelljen elszívni. Ennyi kijár, azt hiszem önöknek is, nekünk is, nézőknek is. Nagyon szépen meglátjuk, mi változik. Majd köszönjük szépen.